Ki volt Marx? Jaj, engem ne kérdezzél. Egy pár szóval csak. Ne, inkább ne, jó? Miért ne? Hát az igazság, nekem nincs időm arra, hogy én ilyeneket tanulja. Tudod? Hát valamit azért az iskolák során azért hallottál róla, gondolom. Sokat hiányoztam. Egy szovjet filozófus. Engels volt a barátja. Ennyi, annyit mondják még. Öreg korában halt meg. Hogyne, egy politikus. És hogy hívjáknak volt a Leninnek volt a illetve a Lenini műveket, hát fordította magyarra. Tételezett erőlünk, hogy tudjuk. Akkor néhány szóval. Hát azért már nehogy levizsgáztasson a 8. osztályos tanulmányaimban. Kb. Ott kell ezt tudni. Jó. Német volt, politikus volt. És azt hiszem, hogy kivégezték. A Marx-teret kiről nevezték el? Aj, hát nem az a nagy német filozófus, nem? Marx, Engels, Lenins, nem? Ezután az Engels téren kérdezősködtünk. Tudja, kiről nevezték el az Engels teret? Engelsről. Veszették, mert még szép, hogy az tudja az ember. És ki volt az Engels? Az egy angol ember volt, az izélte meg a kommunizmust. Tudja, hogy kiről nevezték el az Engels teret? Nem tudom. Nem pesti vagyok, nem tudom. Ki volt Engels? Engels, egy forradalmár. És a másik nevére emlékszik? Engels. Marx, Engels, nem? Marx volt az egyik neve, Engels a másik? Az volt. Hol élt Engels? Hát hol élt? Hát Leningrádba élt, vagyis hát nem. Moszkvába. Meg tudnák-e mondani, kiről nevezték el a Marx teret? Marxkáról jövő. Hol élt? Hát meghalt. Hát de hol élt? Hát részben tudomásom szerint Szovjetunióban darabig tanulmányait folytatta ott, aztán Magyarországon is mondom tartózkodott hosszabb ideig. Tehát itt tudni, hogy a Marx teret kiről nevezték el? Nem, Szegedről jöttünk. Szegedőek vagyunk, és nem tudjuk.